Csibe, egy magabiztos győzelem, nyilván azért neka ellen ez elvárt is volt. Milyen volt összességében a mérkőzésben néha magabiztos győzelmek a nehezek? Tudtuk, hogy egy nagy tempójú mérkőzésre számítunk, és az elején nagyon jól működött a védekezés, emiatt sok lerohanást tudtunk vinni. Viszont úgy vélem, hogy védekezésben több hibát vétettünk, mint ez szabadott volna. Ebben mindenképp fejlődnünk kell szombatig, és bízom benne, hogy ezt össze tudjuk szedni. Különböző periódusai voltak a mérkőzésnek, volt, amikor lehengerlő volt a játék, volt, amikor látszottak problémák. Használta ez a mérkőzés magát a továbbhaladás? Úgy gondolom, hogy normális, hogy egy kézilabda meccsen belül vannak periódusok, és az is erősít minket, hogyha ezekből ki tudunk jól jönni, mint ez látszott az Odense elleni meccsen is, amikor nagy baj volt, akkor tudott igazán összefogni a csapat, úgyhogy ez mindenképp a fejlődésünket szolgálja, nincs olyan, hogy egy vonalon tudunk menni, 100%-ot nyújtunk, úgyhogy tényleg ez mellettünk szól szerintem. Okozott meglepetést ennek a fiatal csapata valamilyen formában a mérkőzésen? Milyen volt ellenük a játszani? Én erre számítottam, egy nagyon lelkes összeszedett brigádra, lehet, hogy a csapattársaim nagy része nem ismerte őket annyira testközelből, nekem korombeli játékosoknak számítanak, úgyhogy én egyáltalán nem lepődtem meg, egy nagyon-nagyon szimpatikus, lendületes brigád volt.